Hát gratulálok a PSZ csapatának, ezzel szeretném kezdeni. Nagyon rosszul kezdtünk, és azt gondolom, hogy ez nem méltó hozzánk, hogy így játszunk, viszont utána a második fél időre sikerült úgy kijönnünk, amit igazán tudunk, és ami felé szeretnénk haladni. A második fél időben szerintem jól játszottunk, csak az nem elég, hogy egyre jobban és jobban játszunk, meg kell tudni fordítani a meccset, és ezt meg kell tanulnunk, meg kell tanulnunk megnyerni a meccset, de remélem, hogy most már a következőn sikerülni fog. Gratulálok a PEAC csapatának. Az első fél idő alapján nem érdemeltünk semmit, mert tragikus energiával játszottunk, semmit nem csináltunk meg, arra, amit beszéltünk, nem volt kedvünk kosárlabdázni, ami vállalhatatlan. És az öltözőben úgy érzem, hogy sikerült rendezni a sorokat, és visszahoztuk a mérkőzést egy nyerhető mérkőzésre. Nyilván az, hogy 8-10 falttal többet kapunk, úgyhogy eleve kevesen vagyunk, és nem védekezünk elég agresszívan, mert nem is tudunk, és mégis 8-10 falttal többünk van, ezzel együtt kell tudni élni. Egy-két szabályt is újra kell értelmeznünk, mert úgy gondolom, hogy sok 3 másodperce szabály elmaradt, ami nélkül nagyon-nagyon nehéz volt védekezni, nem nagyon lehet megállítani a PEAC csapatát. Úgyhogy nagyon mérges vagyok, és hatalmas hiányérzetem van, mert nyilván magunkra haragszom a legjobban az első fél idei teljesítményünk miatt, mert a második fél időben viszont tényleg elkezdtünk futni támadásba, azokat a játékosokat támadtuk, akiket megbeszéltünk, és tudtunk könnyű kosarakat dobni, mert nem kellett bravúr kosarat dobni. Szidinek nagyon örülök, vezére a csapatunknak, most már mérkőzések óta, hónapok óta tényleg a legjobb mezőny játékosunk, és fantasztikus, milyen energiát tesz bele a hétköznapokba is, és a hétvégékbe is, és sok sikert kívánok a PEAC-nak a Európába, mi pedig folytatjuk a munkát, és szerencsére jövétől most hazai pályán játszunk jó pár mérkőzést az idegenbeli túránk után. Hiába nyertünk ma, úgy gondolom, hogy nagyon nem lehetünk elégedettek, hiszen elkezdtük jól a mérkőzést, kialakítottunk egy nagyobb előnyt, és megint hagytuk kicsúszni a kezünk közül, és ez nem az első volt, hogy előfordult. Ez, amin nagyon kell változtatnunk, hogy hiába vezetünk 15-20 ponttal, nem engedhetünk egy másodpercig se, hogyha esetleg azon az estén jobbak vagyunk 40 ponttal, akkor 40 ponttal kell megnyerni ezt az adott mérkőzést. Nagyon sok hibával játszottunk, nagyon szépen köszönöm a szurkolóknak, hogy végig mellettünk voltak, hiszen voltak olyan pillanatok, amikor nagyon nagy szükség volt rájuk, és bízom benne, hogy tanulni fogunk ebből a mérkőzésből, és megyünk tovább. Definitely we can't be satisfied with how games goes whole game, but we can satisfy with the result. Something happens to us when we have a big lead and that we become too relaxed from some reason, I don't know why. You want a translator? Okay. That's on what we need to work. If you want to play with the big teams, we need to have a routine. It's very important. And we will work on that, but we don't have now time too much to think anymore about this game, because we already are going Tuesday our first EuroCup games, so we start to prepare, and that's good when you play every second day, third day, because you need to quickly forget what's happened today and think about tomorrow.